Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Marcali Városi Televízió valamennyi nézőjét, és a Marcali Otthonunk Egyesület nevében megkívánom jelenteni, hogy a Marcali 7-es számú választókörzetbe, amely a város keleti utcáit, valamint Boronkát foglalja magába, a Marcali Otthonunk Egyesület Mozsárné Kutor Veronikát kívánja indítani az időközi választásokon. Kérem, hogy mind kopogtató céduláikkal, mind pedig szavazataikkal majd támogassák jelentünket. Az Egyesület kérésének nagyon nagy szeretettel tettem eleget, hiszen nagy bennem a tenni akarás és a tett vágy ahhoz, hogy ennek a választókörzetnek a mindennapjait egy kicsit megkönnyítsem, hiszen rengeteg a megoldandó feladat és a megoldandó probléma, mely az ott lakók mindennapi életét nagyban befolyásolja. Úgy gondolom, hogy a Boronkai városrészben már az elmúlt évek alatt bizonyítottam, hiszen nagyon sok rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt vettem, és szeretném mindezt a Marcali utcákban is megmutatni. Nagyon sok ismerősünk, barátunk él ott. Úgy gondolom, hogy összefogással az elképzeléseink megvalósíthatók. Hát Mozsárné Kutor Veronikának hívnak, törzsgyökeres marcili vagyok, hiszen itt születtem, azóta is a Boronkai város részben élek, általános iskolába is ide jártam a Noszlopiba, a középfokú tanulmányaimat már Kaposváron végeztem, és közgazdászként pedig 2007-ben diplomáztam a Veszprém Egyetem Nagykanizsai kampuszán, aztán tanultam Pécsen masterfokozaton, szállodákban dolgoztam, voltam Franciaországban ösztöndíjjal, valamint hát a Marcaliban onnan ismerhetnek, hogy babatornát tartok, aztán próbálom összeszervezni az anyukákat, a kisgyerekes anyukákat, és hát a Boronkai Hagyományőrzés IESZ Egyesületnek alapító tagja voltam, és a mai napig tevékenykedem benne, úgyhogy az ő rendezvényeiken is találkozhatnak velem. Onnan jött a megkeresés, hogy polgármester úr is azért ismer meg jó páran a MOT egyesületi tagok közül, és tudják, hogy nagyon aktív mindennapi életet élek, a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, Boronkai városrészben már nagyon régóta aktívan részt veszek, és úgy gondolom, hogy ezért találtak alkalmasnak, hogy ennek a városrésznek a problémáit, gondjait megoldjuk.